Vagyunk az itt lévő kutyák és tulajdonosai végül is tenyésztők, kiképzők, akik a kenelükben lévő kutyákkal foglalkoznak elsősorban a munkára. Mi vagy ezek munkakutyák, német juhászok, rottweilerek. Erre fektetjük a hangsúlyt. A tenyésztésben kimondottan szelektálás, a munkaképessége és az idegrendszerre vonatkozik. Persze különbre is, mert kiállításra is járunk. A csoport tagjai helyi és Fehérgyarmat és Fehérgyarmat környéki tenyésztők, kutyakedvelők, sportkutyások. Ők, akik főleg, van, aki kimondottan munkakutyázással foglalkozik, van, aki kiállításra is viszi a kutyát. De mi, hogy ezek munkakutyák, feltétlenül nagy hangsúlyt kell fektetni a kiképzésükre. Saját tenyésztési kutyám van, végül is már a nagyapját is én tenyésztettem, mindenképpen szelektáltam. Legutóbb tenyészemlén Ludger Gökke, Németország egyik legelismertebb különbírójánál voltam. Ő maximálisan elismerte a kutyát, sőt a tenyésztésben is kimondottan a munkaképesség javítására ajánlta. Mondta, hogy rendkívül típusos, nagyon jó kutya. Otthoni foglalkozás napi 10-15 perc. Hetente jövünk egyszer kiképzés, ez másfél-két óra hossza, mivel attól függ hányan vagyunk. Mi vagy ennyit enged a szabadidőben. Mindenképpen a legjobbal akartam feresztetni, úgyhogy amikor feresztettem ezt a kutyát, az ország legjobb őrzővédő versenykutyájával feresztettem. Munkaszinten a kölykök, ahová elkerültek az országban, mindenhonnan nagyon pozitív visszajelzéseket kapok. Idegrendszerre, munkára maximálisan ott vannak, ahogy elvárják tőlük a tulajdonosok. Természetesen két szukát hagytam úgy szintén szelektálás szempontjából, a két legjobbat hagytam, amiből a jobbik maradt tovább tenyésztésre. Kislány, nagyon nagy reményeket fűzök hozzá. Ő kimondottan egy kutyás típus lesz. Más saját kutyája van, és aktívan foglalkozik is vele. Wild Painters Kennel néven tenyésztek német juhász kutyákat. Az első kutyámat, komolyabb kutyámat, Szigeti László mestertenyésztőtől vásároltam Pécsen. Firhelmi kennelből. És ezzel alapoztam meg tenyészetemet. Járó kiállításra. Szeretettem Kock Zenischenhoff, az egy darut batufiú, akkor egy Arco Butjentelland fiával, Live Butjentellanddal, és most jelenleg a Németország egyik legjobb kutyának a fiával, az Orán Zentecsével, Furbau fiával. A tenyésztésemnek az a lényeg, hogy minél jobb típusú, jó különböző kutyák, nem tudom, hátrány között, hogyha jól dolgoznak. Tehát őrzővédő munkára azért legyen egy jó kutyák. Mindig olyan kutyával szeretek, amelyik pillanatilag a legjobb különre és munkára. Jelenleg 5 kutyával tenyésztek. Ezek szukák. Kont általában nem tudtam tartani, mert mindig inkább a legjobb kutyákhoz fedeztek. Azért szerettem el a német juhászba, mert nagyon jó munkakutya, és sok oldalú. Családi kutyának is nagyon jól megfelel. Szépek, nagyon jó munkakutya. Rendőrségnél, mint katonaságnál, minden harmonikus felépítésű. Szabó Gábor vagyok, rottweilereket tenyésztek, az első rottweileremet több mint 10 éve vettem, 6 éve tenyésztem aktívan a rottweilerek, jelenleg egy fiatal kanon van, és 4 felnőtt szukám. Hát kiállítási és munka olyan szinten, hogy még tenyésztem, de jelenleg felkészülés alatt állnak a kutyák egyes vizsgár. Hát van junior champion kutyám, jelenleg cac, fajta győztes, bár ezek nem mindegyiket tartó, van jelenleg a kennelembe. Több kutyámat sikerült úgy eladni, amit aztán tovább tenyésztésre, kiállításra vittek el. Ezek közül 3 már különböző alomból származik, úgyhogy lassan a mestertenyésztői címem is kigyűlik. Ez majd 4 győztes cím szükséges, már 3 ezek közül megvan. Munka mellett kutyázom,
Úgyhogy sajnos nem jut annyi idő a kutyáimra, amennyit én is szeretnék, de azért napi 5-10-15-20 perc időjárás függvényében is jut a kutyákra, meg a hétvége. Köszi Edem ellentétben ezek a kutyák nem emberevők, meg vérszomjas fennevadak, ahogy ezt a legtöbb ember gondolná. Szerintem ez az egész nevelésem múlik úgy a német juhászoknál, rottweilereknél, bármilyen fajta kutyánál, és egy-egy kutyatámadásnál szerintem nem a kutyát kellene rögtön minősíteni, hanem azt, hogy hogy nevelték azt fel, milyen környezetben, mert én szerintem egy jó felnevelt kutya nem lesz fennevad, nem fog megenni senkit. Mi is ezt az őrzővédei foglalkozásokat azért tartjuk, hogy kutyáink irányíthatóak legyenek, és ne legyen belőle semmi probléma, nem azért csibészelünk itt, mint ahogy sokan gondolnák, hogy vérszomjas jószágokat neveljünk, hanem nekünk ez a munkavizsgához szükséges. Ahhoz, hogy egy felnőtt korában egy jó irányítható kutyát kapjunk, már a kiskutya megvételétől, hazavételétől kezdve el kell kezdeni a szocializálás. Ez áll abból, hogy gondolom naponta többszöri foglalkozás, mivel egy kölyköt még azért háromszor is etetni kell. Pár hetes kiskutyánál még egy kis játék, labdagulongatás, imizé, és aztán később pórázon. Tehát a közösségbe vinni, hogy minél több ingerrel találkozzon a kutya, és aztán ahogy nő, egyre több minden, és így biztos, hogy nem lesz egy agresszív kutya, hogyha kell egy odafigyeléssel nevelünk fel egy kölyköt. Ebben a kutyás körbe, itt mi elég jó társaság vagyunk, úgy gondolom barátok, ismerősök, szerintem akik kutyások, azok tudják is, hogy mit vagyunk, de ettől függetlenül bárkit szeretettel várunk itt a foglalkozásainkon, kiképzéseinken, nem csak a tagokat, a klub tagokat, hanem bárkit szívesen várunk. Fajtától, kutya nemétől, mindenétől függetlenül mindenkit szeretettel várunk és segítünk. Mm-hmm.